Nem lelkesítette a futball munkaidőben a munkahely ablakai alatt, ezért levélben tiltakozott Martin Schulz EP elnöknél az euróképviselő Bokros Lajos, aki a néppárt lengyel szekciója által szervezett EB népszerűsítő örömfoci időzítését kifogásolta. Ez az apropunka volt pénzügyminiszter közgazdász professzorral, akivel társasági adókedvezmény, sport és gazdaság, EU-válság és foci üzlet témáiban is szólt váltunk már is. Bokros Lajos a vendég, jó kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm no. a meghívást. Uh, Tanárul kezdjük ott, hogy, hogy miért uh, tartotta ezt a foci ügyben történő levélírás fontosnak, hogy hát végül is tollat ragadott. Mondok a önnek úrát. egy jó párhuzamot, ha most Nézzük. elkezdene valaki ebben a házban fúróval játszani. Ez ismerős ilyen már volt. Ugye? <laughs> és nem tudnánk ezt a műsort befejezni, ön is felháborodna, és a tévénézők is felháborodnának. Kérem szépen, szerdán délelőtt munkaidőben nem rendezünk focbal világbajnokság helyett semmilyen tornát az Európai Parlament átriumában. Egyrészt azért, mert körülbelül 200 embernek a munkáját elvette, másrészt másik 500-nak a munkáját lehetetlenítette a zaj. Tehát akkor az volt a helyzet, a, a párhuzam teljesen áll, hogy nem lehetettől dolgozni. Úgy van, a labdapattogástól, meg a. Nem a, a labdapattogástól, hanem olyan, olyan zene, éneklés és egyéb üdvüri volt közben, ami teljesen természetes, péntek délutántól vasárnap estig. Te nem szerdán, amikor az Európai Parlament, ön nagyon jól tudja, a műsorvezető úr, lényegében kedreggeltől csütörtök estig ülésezik, mert hétfőn odautaznak a képviselők, csütörtökön pedig elutaznak. Tehát a munkaidő kellős közepén azt hiszem, hogy nem kell futball világbajnokság helyett semmit se rendezni. Na most, ha ez a munkaidő végeztével lett volna, és nagy örömmel pattogtatják, játszanak... Akkor lehet, hogy magam is beszállok. Na, mert hogy szereti a focit? Hogy ne szeretné? Mikor játszott utoljára? Hát az az igazság, hogy elég régen, de ez lett volna az egyik ok, hogy beszálljak. De akkor de akkor itt, itt felzárkózásnak jó lett volna. Úgy van, pontosan, hát úgyis le vagyunk már maradva sok mindentől, Európától is. Most ez volt, lett volna egy lehetőség, de hát a munkatársaim közül is beszálltak volna többen. A Nálam fiatalabbak, hát én már azt hiszem nagyon kiérregettem ebből. Milyennek a levélnek a sorsa? Kapott rá választ? Semmilyen választ nem kaptam rá. De vár még rá választ? Ö, nem igazán várok rá, de úgy illene, hogy az elnök úr legalábbis valamit majd válaszol erre, különösen azért, mert pontosan tudta, hogy ez munkaidőben fog történni, és ezért idéztem a levélben, miután német az elnök úr valamikor Kollkancellát, aki Németországot azzal ostorozta, hogy kollektív vidám parkán vált, nevezetesen, hogy túl sokat szórakoznak az emberek munkaidőben. És ez helytelen. Én azt gondolom, hogy az adófizetők pénzén az európai parlamenti képviselőknek és a munkatársaknak az a dolguk, hogy az európai ügyekben, különösen ilyen válságos időkben valamiféle erőfeszítéseket tegyenek és a megoldást elősegítsék. Most ezen az EB focizgatáson túl is tapasztal a. a testület munkájában eféle, hogy mondjam, ilyen infantilis. Hogy ne? Rendszeresen állandóan akciózunk a helyet, hogy. Rendszeresen dolgoznánk. ez előfordul. Mes, meséljön, mik vannak még? Uh, Röplabda, nem, nem annyira. sport rendezvények, mint inkább uh, ilyen uh, színházi zenei uh, rendezvények, de szerencsére ezeket uh, nem ott abban a átriumban és nem ilyen hangerővel csinálják, következésképpen, aki nem akar benne részt venni vagy nem ér rá éppen, az nem vesz részt. De sajnos de ez rendszeresen előfordul munkaidőben is. Én hangsúlyozom, és örülök, hogy műsorvezető úr is hangsúlyozta, a munkaidőt kifogásolom, nem a focit természetesen. Mindenki szereti legalább nézni a focit. Milyen nagy élmény volt, amikor a Chelsea megverte a, a Bayern München például. Ez mindenki nézte. Na, ez maga is nézte. Igen, de hát ez este volt. Na azt nézzük, hogy más reakciót az Európai Parlamenten belül kapott rá, például az érintett lengyelektől, akik nagyon lelkesen készülnek az ő maguk Európa bajnokságára. A lengyelektől még nem, de a saját frakciónban szinte mindenki egyetértett ezzel. Annak ellenére, hogy a mi frakciónban a legnagyobb delegációt a brit konzervatív párt képviselői alkotják, akik ezer, ezerrel készülnek a londoni olimpiára. De hát mikor van az olimpia? Nyáron amikor nincs parlament. Szóval azért ezek érdekes dolgok, nem, hogy e, Európa szempontjából fontos lenne végre észhez térni, és nem összekeverni a szezont a fazonnal, hanem keményen dolgozni, és utána a kemény munka megérdemelt örömével nézni azokat a ragyogó sporteseményeket, amelyek egyébként valóban elalasztják most már Európát. Azt egyébként akkor egyáltalán nem költői vagy képviselői túlzásnak tartotta hogy ez a versenyképességet, a válság megoldásának mindennapjait és munkáját veszélyezteti, ez a fajta mentalitás? És Egyáltalán nem. Nagyon fontos összefüggés van, hiszen gondolja meg, hogyha természetessé válik, hogy munkaidőben a munkánk végzése helyett szórakozunk, most ne a sporttal foglalkozunk, hanem bármilyen, bármilyen jellegű, nem munkához kapcsolódó tevékenységet végzünk, és ez természetessé válik, akkor hová lesz a szorgalom, a tehetség, hová lesz az erőfeszítés, és hová lesz az, hogy lényegében a fizetésünket azért kapjuk, nem, hogy munkát végezzünk, nem pedig, hogy munkaidőben szórakozzunk. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a munkához való viszony egész Európában kezd meglazulni. És ebből a szempontból ez valóban versenyképességi kérdés, mert csak egy példát mondok, műsorvezető úr, Kínában nincsen ötnapos munkahét, hanem hat és fél napos munkahét van, és vasárnap délután esetleg nem dolgoznak az emberek. Na nem ezt szeretném visszahozni, jó, van, azért nehogy félrejtés legyen, én... de nem véletlen, hogy a kínai gazdaság olyan mértékben versenyképes, felelkor a bérér ötször ennyi dolgoznak és Európában mindenki széttárt kezekkel nézi ezt a versenyképességi deficitet és leszakadást. Ez ennek a következménye. És akkor jön ön ezzel a némiké protestáns kávinista etikával, Ú, van, pontosan. Ha, ha én ezt jól érzékelem. Teljesen rendben van. Meglepte, hogy itthon internetes körökben meg egyáltalán mennyire felkapták ezt a levelet, és főképpen inkább így gúnyolódtak rajta, hogy hát, tornából felmentve biztos nem M szereti a sportot, inkább meg Mindig is volt tornából. Igen? Tehát Szeretnék megnyugtatni a tisztelt nézőközönséget a tekintetben, de még egyszer hangsúlyozom, nem ez a kérdés. Ez egy tudatos és gúnyos összekeverése a fogalmaknak. Magyarországon ez sajnos eléggé természetessé vált, de hát én tudom nagyon jól, hogy a politikai ellenfeleim azok keresve keresik az alkalmat, hogy belém kössenek. Hát sajnálom, de most nem sikerült. Nézni fogja az Európa bajnokságot egyébként. Természetesen. Tehát ott van minden meccselőt, megnézi a... Nem minden meccselőt, mert a meccsek között is van olyan természetesen, ami valószínűleg nem fogja az időmet éppen eltalálni, de amit lehet, és ami jó mérkőzésnek ígérkezik, mert azért lássuk be, az Európai Bajnokság sem ugyanaz már, mint régen, ilyen körülmények között, tehát azért válogatni kell. Mit szól egyébként az európai diplomácia, főleg németek vezérelte bolykott törekvéseihez az ukrajnai helyzetnél? Szeretnék pontosítani, nem annyira bolykott törekvés volt ez, hanem jelesül az Egy ukrán politikai helyzet, igen. az vajon tényleg aggodalomra ad-e okot, ez az igazi kérdés, és ezzel sajnos egyet tudok érteni, az a tény, hogy... Janukovics elnök valamiféle autoriter, diktatórikus hajlammal, egyébként Magyarországon sem vagyunk ettől nagyon távol, igyekszik a politikai ellenfeleit elnyomni, és Julio Timosenko volt miniszterelnök asszony, ugye börtönben van, koholtvádak alapján, ez nem igazán vet jó fényt az ukrajnai demokráciára, és ilyen körülmények között valóban fölmerül az az erkölcsi kérdés elsősorban, hogy tudunk-e az ukrajnai stadionokban önfeletten ünnepelni olyan körülmények között, amikor mások szenvednek? Azt hiszem nem, de ez nem a Európa-bajnokságnak a bolykotálása, hanem jelesül az ukrán belpolitikai helyzettel szembeni tiltakozás, és ez nagyon nagy különbség, mert valószínűleg mindenki el fog menni az összes lengyelországi mérkőzésre, és önfeletten fognak tapsolni, akármi is történik. Uh -huh. Tehát akkor ez így ilyen értelemben félbevágja ezt az európa Bajnokságot Igen, a két ház között. Az lengyeleknek bizonyos mértékű pekjük van, hogy egy olyan országgal szövetkeztek, amelyekről akkor nem lehetett tudni, hogy esetleg elfordul a demokráciától. Ö, hogyha már utalta a levélnek arra részére, hogy mély válságban van az Unió, válságkezelés folyik, akkor egy kicsit nézzük már, hogy hogyan látja ennek bizonyos tüneteit. Például az európai. Top futballra, ha gondolunk. Ott ugye már elég régóta olyan sokszor eszement költekezéseket Igen. és kontroll Igen. nélküli ügyeket látunk. Ezek tünetek? Ezek tünetek mindenki Vagy így működik a gazdaság, és amelynek Nem, belesér, azt hiszem, hagy, az hogy ő, ő, szét kell választani egyrészt a versenysportot, ami alapvetően profi vállalkozási alapon működő tevékenység ma már és a szabadidős, amatőr egészségmegőrző tevékenységet, aminek egyébként minden támogatást meg kell adni, éppen azért, mert ez az egészség és a jólét fokozását szolgálja. A másik kérdés az, hogy ma Európában minden kiugró teljesítményt, kiugró jövedelemmel, vagy nem kiugró teljesítményt, kiugró jövedelemmel jutalmazó megoldás ellen van a néphangulat. Teljesen természetes, mert ugye láttuk azt, hogy néhány bankvezető például milyen sokat keresett, és közben a bankja a csődbe ment, és az adófizetők pénzéből kellett sok milliárddal adott esetben megtámogatni. Ezt jó párhuzamnak tartom a futballal, vagy általában a sportban. Ha teljesítményt jutalmazzák, az rendben van, de ez nem mindig van így, és különösen nem akkor, hogy ez összekeveredik a korrupcióval, Ugye szeretnék emlékeztetni arra, hogy Mario Monti, olasz miniszterelnök jelentette be éppen nemrégiben, hogy milyen jó lenne két évre felfüggeszteni az olasz futballt, hát ha akkor kiszalad belőle ez Aki a Donald Tuskot legutóbb fogadva egyből focizni kezdett. Úgy van, pontosan. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a magasrangú politikusok, vagy akár jó magam nem szeretnénk a sportot éppen ellenkezőleg. Szép játékot, a nemes eszméket szennyezi és lealacsonyítja ez a fajta összekeverése a teljesítménynek és az üzletnek olyan körülmények között, amikor a teljesítmény hiányzik belőle. Félek, és -e? én nem vagyok a profizmus ellen, de tiszta kezekkel, transzparensen, átláthatóan kell ezeket az ügyeket vinni. Van-e lehetőség, lát-e lehetőséget a, a fogadási üzletág nagymértékű kontrollálására? Azok után, amit ebben az üzletágban, és már teljes mértékben a sporttal összekeveredve látunk, botrányokat, azt, csalásokat. Azt szeretném világossá tenni, hogy nagyon lényeges, hogy mit értünk kontroll alatt. Én nem állami tulajdont és állami ellenőrzést tartok feltételen. Szigorú szabályozást? Igen, szigorú szabályozást. Adott esetben a legfontosabbnak az áttekinthetőséget, a teljes információ, nyilvánosságot, a transzparenciát, aminek eredményeképpen jóval kisebb körre szorul vissza. Mert sajnos ez emberi gyarlóság teljes mértékben megszüntetni nem lehet, de hogyha egy demokratikus ellenőrzés és elszámolthatóság veszi körül nem csak a gazdaságot, hanem adott esetben a sportot is, akkor én szerintem ez helyére tud kerülni. Természetesen ehhez állami szabályozás kell. A végére értünk még egy mondat arról, hogy mennyire tartja jónak a Brüsszelben magyar kormány által kiküzdött társasági adókedvezményrendszerét a sportban. Ugye ez öt Semennyire nem tartom támogat, jónak. Semennyire nem tartom jónak, mert azt gondolom, hogy nem az adókedvezményeken keresztül kell támogatni a sportot. Ha adókedvezményekben gondolkodunk, akkor ez már mindjárt megnyit egy kaput, hogy akkor miért nem támogatjuk nagyobb mértékben a művészeteket, miért nem támogatjuk a színházat, Miért nem támogatjuk a rákkutatást, és akkor lassan elfogy az adóbevétel? Én azt hiszem, hogy nem az államnak kellene megmondani, és pláne nem szelektíven, hogy ezt a sportot igen, azt meg nem, hanem mindenki fizesse be szépen az adóját, az az adó legyen alacsony, és onnantól kezdve minden vállalat, minden állampolgár arra költi a pénzét, amire akarja. Ha éppen az a sport, akkor arra, hogyha az egészségügy, akkor meg arra. Tomár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, jó munkát, jó focizást és jó focinézést az EB alatt. Köszönöm, köszönöm szépen.